akkor elértük. Ezt is elértük. Az egészet elmértük, a másikat megsértjük azért, hogy elférjünk. Megtettük, de elfeledtük, a szart meg megszerettük. Ezt is elértük. Tátunk az üresség, hogyha támadni kell, csak akkor van fürgeség. Elértük, hogy a félelem uralkodjon felettünk, elértük, hogy szégyeljünk mindent, amit megtettünk, és azt is, amit nem. Nem működik az egész égi masina, Istenhez imádkozunk, hogy legyen Deus Ex Machina. Elértük, hogy elnémuljon minden egyes klarinét, nem bocsát meg nekünk az ég, vehetünk neki pralinét. Egy esetezhetünk bocsánatért, hogyha senki sem ért, az igazi akarás már örök nyugovóra tért. Ezt is elértük. Mindenki mindenkit figáz, nincs kedvünk dolgozni, legyen a politikus a hibás. Mit tett volna Jézus, ha itt élt volna? Olyan tovább dolgozna, vagy inkább eliszkolna? Elértük, hogy sok ember jár, de egyik sem emelt fővel. Hogy sok férfi basszik, de egyre kevesebben nővel. Kicsit, mintha elítélnék, de nem ítélek, csak itt élek. Kicsit, mintha konzervatív lennék, de a konzerv alig étel, és kérnek, hogy az RSD-t attraktívan szedjék. Elértük, hogy úgy nyúljanak fent a polisz titkához, mint egy 13 éves kölyök először a farkához. De mit értünk el? Úgy tényleg. Tényekkel találhoz talán mi a lényeg, mit élvez itt a lényed, ha nincs reflektorfényed, akkor is élvezed a léted. Na de elértük. Armstrong a Holdon, meg a szaxofonnál lenne a Földön, meg a doping teszten a sok megnyert Tour de France után. De lényegtelen. Elértük. Egy éves a hely nekem. Ez például tényleg fasza. Elértük. Itt a sok szemmel, most pedig nézzük nyitott szemmel, ennek megszületni bennünk kell. Érjük el a köztest, a csokolai öztest, a négyest, a metrót. Törjünk. Mert körbe vagyunk véve falakkal, meg majd fogom a szaros szövegem, és ezt is elviszem magammal.